Hightech Muscle Beach 2021! Ugye tavaly elmaradtunk a Muscle Beach-el, mert volt egy kellemetlen világjárványunk, és nem akartuk bekockáztatni a dolgot. Nem csak Hightech-ról fekvényú bajnokságban ma egész nap, hanem lesz egy Premium Liga Kupa erős ember bajnokság holnap, ma pedig egy kamionhúzó bajnokság. Nagyon sok erős ember barátommal találkoztam kint ott a kordonon kívül. Ugye itt van a kis edzőtermünk, ezt mindenkinek mondom, hogy ez egy szabadon használható edzőterm, ez ezért van itt, hogy ti tudjatok edzeni, de egy-két alkalommal naponta le fogjuk zárni, mert akkor lesznek a Team Hightech bemutató edzések, ami egyfajta interaktív edzés lesz, tehát a mi részünkről interaktív lesz, mi végig fogjuk dumálni, el fogunk magyarázni gyakorlatokat, módszereket. Nagyon komoly szakmai alapokon nyugszik ez az edzőterem, mert a Mekkából Magyarország egyik legjobb edzőterméből hoztuk le a gépeket. Itt lesz egy csomó Mekka edző, akik segíteni fognak nektek, tehát itt teljesen kezdők is nyugodtan kipróbálják a gépeket, és alapedzés technikákat meg tudnak az edzők segítségével tanulni. Azon kívül lesznek majd mindenféle játékok, amiket különböző termékeket lehet nyerni. Ide fogunk majd titeket hívni, lehet rá jelentkezni. Itt van a teljes Team Hightech csapat, Dudás Ádám. Most egy kicsit ilyen lecsofadt formában érkezett, nem nagyon izmos. Egy melledzésünk lesz közösen. Smerek Alacival, meg Kohári Ricsivel. Aztán Kaszás Bálint. Sziasztok, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Te kivel fogsz edzeni? Én Kati Bélával és Zoboki Tomival. Itt van velem Kati Béla, neked mi a terved? Na, Kati Béla főállási család a Puka lett közben, ami nagyon jó egyébként, nekem nagyon tetszik, és neked mi a terved már? Én a Kaszás Bálintel és a Zoboki Tomival mellezek, mert elkezdtük a melegítést, meg lehet, hogy este is edzünk még hétfőn valamit. Ha nem lehet szavazni két, az is belefér egy nap. Most belefér. Köszönöm szépen Béla, és zavart fel nekem, légy szépen észít. Azt gyanítom, hogy te ma fekve fogsz nyomni. Holnap is. Hogy de sem, nem lesz guggolás biztos? Figyelj, hogy rávet akkor, hogy is nincs rá nadrág, tehát az ügyek. Itt van velünk Olá Ákos. Mutasd meg egy combot. Tehát azért az, hogy a fekvenyomóknak nincsen lábedzés múltjuk, ezt azért Olá Ákos meg tudja cáfolni, meg ráadásul kedvesz elég nagy lenni, nem tudom, mi történt veled, de milyenek az oka, hogy már kezdesz így nagy lenni? Majdnem, mint egy bat is. Elkezdtem komolyabban állítani. Horváth Pisti, aki egy legérettebb izomzatra, az egyik legérettebb izomzat Magyarországon. Gyere föl, Dani Léci! Akkor volt egy megnyitós, akkor speciálisan megszívhatod a Kati Bélát. A Béla most kifarolt ebből, és gyorsan lehet most. Ha a Béla elég kemény, akkor lehet velünk is majd emellett. Ryan John Baptiste! So today we're doing chest and a little bit of shoulders. And then we'll probably do some triceps, some calves, we'll probably just do everything. Maxim Parisi, Franciaországból, how you going? Very good, amazing place. Amazing Muscle Beach, thank you so much to invite me for this event. William Bonek, IFBB Pro. You know, so I learned all this stuff by watching what they were doing, you know, so what they were doing, that's what I was doing. I was looking at the top guys and like, okay, he stopped warming up, I'm gonna stop warming up. He's gonna warm up, I'm gonna warm up. Kormazol az egyik legnagyobb edzőgurú Magyarországon, és egyébként nem tudom, hogy fejtünk, de nagyon egyszerűen, nagyon jó gondolatai vannak. Mi a terv? Fogalmam sincs. Igazából nem tudom, hogy mit fogok edzeni, majd ami jön. Kérem szépen, Pazsák Zsanit, neked diéta van, és az Istennek se tudtalak rávenni, hogy együnk hamburgert. Nem, de te majd elvész, helyettem is. Lukács Barbi. Vállezni fogok. Egy brutál vállezés lesz, azt tervezzük. Neked is lesz ősz. És mi a terv? Igen, én is indulok a Pippa Rally. Na, itt van velünk Meilinger Móri, aki most egy hosszabb kihagyás után kezdte el a versenyfelkészülést. Te sosem edzettél edzőtársa? De edzettem, így edzőtársa, de versenyzőkkel még nem. Stella, túl ott, hol volt a verseny, emlékszel? 2019-ben itt a messze. Ott azon a színpadon, és ott lett ugye egy bronzérmed. Igen, harmadik helyet lettem.